sportosat. Híradónk vendége ifjabb Érdi Tibor, reali versenyző. Üdvözöllek! Megint egy újabb világbajnoki futamon fogsz elindulni. Igaz, ebben az évben ez a második, tehát az olyan sűrűn nem tudsz részt venni rajta. De jubilálni fogsz, ha jól tudom, ez lesz a 10. világbajnoki futamod, igen, amin elindulsz. Gyakorlatilag egyedülálló vagyok, aki ennyi világbajnoki futamon indult kis hazánkból. Valóban ez a 10. futamunk lesz. Magam is alig hiszem, hogy ennyi világbajnoki futamon elindultunk már. Ráadásul egyedül ez a futam Németország az, ahova minden évben visszatértünk. Ugye 4 éve versenyezünk külföldön. Az összes világbajnoki futamot tekintve ez a kedvenc. Ezért is térünk ide vissza minden érdekes évben. Érdekes. Bocsáss meg. Mert ugye hát jól tudom, 2010-ben Angliában a legjobb privát csapat címet vehettétek át. Igen, ez és nem Németországban volt. Nem Németországban volt, valóban, ha visszatekintek, akkor ez a legjobb eredményünk Angliában, amikor tényleg itt a meglepetés volt számunkra is, hisz a dobogon derült ez ki, hogy mi vagyunk a legjobb privát csapat. Nagyon jó élmény volt pecsgőzni egy céldobogon. Azóta várjuk ugyanezt az élményt, sajnos elmaradt technikai okokból, saját vezetési hibámból, de nem sikerült azóta ilyen eredményes versenyt a hátunk mögött tudni. Titkon bízom abba, hogy ez a német futam megtöri ezt a sorozatot, ezt a rossz sorozatot. Nem azt mondom, hogy nem voltak jó futamaink, de vágyom már egy kiugró teljesítményünkre, amiért akár kupát is kaphatunk. Az előző versenyünkön Szardiniának úgy vágtam neki, hogy szeretnék a dobogon. Itt éppen melyik versenyem? Ez 2010-es felvétel. Sajnos voltak itt is technikai problémáink. Ez hol volt? Ugyanott rendezik a versenyeket 4 éve. Nem, ez Németország. Trier környéki verseny, tehát Trier vonzás körzetében. De most is ugye ezt kell majd elképzelni jövő héten, így fog körülbelül minden zajlani, ugye? Igen. Gyakorlatilag a pályák 4 év leforgás alatt azért változtak, de például a tavalyi évhez képest 80%-ban azonok a pályák. Idénre nem terveztük be ezt a futamot, és csak és kizárólag azért indulunk el rajta, mert nagyon egyezőek a pályák a tavalyihoz képest, és ez akkor az ígyszer, hogy nem szabadott volna kihagyni, hogyha az eredményt vesszük figyelembe. Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy el tudjunk ide jutni Németországba. Nekünk, ami be volt tervezve futamunk, az október közepe és november, tehát anyagilag előrébb kellett mindent hozni ahhoz, hogy el tudjunk ezen a futamon indulni, amit ezúton szeretnék megköszönni a szponzoroknak, hogy kaptuk ezt a lehetőséget. És akkor az októberi, novemberi futam az helyett indulunk törölve? Most. Igen, gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy töröltük, illetve nem töröltük, hanem előrébb hoztuk. Aztán, hogy mit hoz a jövő? Hogy indulunk-e idén még több világbajnoki futamon, azt az idő fogja meghatározni, illetve a... Akkor most úgy néz ki, hogy ebben az évben ez a másik VB futamod, és akkor ennyi? Jelen esetben most így néz ki a... Azt akartam mondani, hogy nagyjából 2-3 futam volt betervezve, hogy a büdzsénk 100%-osan elegendő lesz a harmadik világbajnoki futamra, azon még dolgoznunk kell, meglátjuk. Ha jövő héten Németországban parádés eredményt értek el, akkor az könnyíthet a dolgo, hogy meglegyen idén a harmadik VB futam is? Tárgyalási alapnak mindenféleképpen egy jó pont, de nem gondolom, hogy az fogja megfordítani a helyzetünket. Mi lehet az a jó
eredmény. Azért kérdezem ezt így, mert ugye idén Szardínián voltatok, ahol a kategóriában negyedikek lettetek, és az első három az full profi csapat. Igen, gyakorlatilag minden versenyen indultak, mi nekünk ez volt az első futamunk. Ugye én úgy álltam ennek a versenynek neki, hogy szeretnék dobogón végezni. Ez egy könnyelmű kijelentés volt így utólag, hisz olyan pilóták rajtoltak el, akik több futamon is indultak. Sajnos szembesülnöm kellett az, hogy kevés a kilométer valóban, amit futunk az év alatt. De aszfalt verseny elé nézünk most ez a Németország elé. Aszfalton az én teljesítményem jobb, mint Murván, illetve mondom, a pályákat 100%-ban ismerjük, tudjuk, hogy milyen futam elé nézünk. A holnapi nap fogunk autót tesztelni, amit teljesen új. A csapat az egy ismert csapat, akivel már dolgoztunk. A top Cars csapat. Csináljátok. Úgyhogy egy teljesen új építésű autót kapunk tőlük. Én bízom a csapatban, bízom magunkban, és a tapasztalatban, ami már az előző három év alatt szereztünk ezen a versenyen. Akkor titokban, kategória, dobogós helyben reménykedsz? Mindenféleképpen szeretnénk dobogóra állni. De az, hogy a dobogó melyik fokára, az csak akkor fog kiderülni, hogyha végeztünk a versennyel. Amit néztem, hogy megvan ugye a rajtlista, ez alapján, a rajtlista alapján a tavalyi évben senki nem végzett előttünk, aki indul idén. Tehát jó eséllyel indulunk akár a legfelsőbb fokáért, de nem szeretnék most semmi könnyelmi dolgot kijelenteni. Mekkora lesz a táv? Mennyi kell menni Németországba? 370 kilométer, gyorsasági kilométer, ez gyakorlatilag bő három magyar bajnoki futam. Ráadásul 4 napos lesz a verseny, míg a Szardínia extra volt, hogy csak 2 nap, ugye a VB futamok azok 3 naposak, ez itt 4 nap lesz, tehát teljesen sűrű lesz a programunk, eltérő szervezéssel, mint amit eddig megszoktunk, minden... De ez nem fog kizökkenteni téged, ugye? Kizökkenteni nem fog, viszont szokatlan lesz az, hogy minden átvételek, pályabejárás, minden 1 nappal előrébb hoztak, tehát tényleg hosszabb lesz 1 nappal a verseny. Ez szokatlan lesz számunkra is, de nem fog kizökkenteni annak abból a célból, amit magunk elé tűztünk, és ez a dobogó. Kimondtad. Tényleg a dobogó. Ha most nem fog sikerülni, akkor nagyon csalódott leszek. Igen? Mindenféleképpen. Tehát ez a kedvenc versenyem, 3 év alatt nem sikerült jó eredményt elérni rajta. Annak ellenére, hogy a kedvenc verseny, mindig a technika szólt közben. Nagyon-nagyon bízom abban, hogy a... De azért Németországban volt egy olyan verseny, ahol kategóriát döbben te nyertél. Igaz, az MBB nem futam világbajnoki futam volt. Tehát azért már valóban... Németországban azért belekóstoltál. Igen, mentem Németországba VRC-vel is, még annó 2007-ben egy Corolla VRC-vel. Akkor is dobogóra álltunk, ha jól emlékszem, 3-ok lettünk az összetettbe. A tavalyi évben szintén mentünk egy sprint futamot egy Subaruval. Az is jól sikerült. Úgy néz ki, hogy csak a világbajnoki futamok azok, amik mumusok, és nem tudunk jó eredményt csinálni rajta. Remélem, ezt megtörjük most. Nagyon-nagyon bízom benne. De hát technikai sport. A csapat is nagyon sokat tanult, hisz nekik is ez a 3. évük lesz a világbajnokságon. Tanultak az előző évekből, tehát már más szemlélettel állnak neki az egész versenynek, tehát minden verseny nap után kicserélnek bizonyos alkatrészeket, ami kritikus lehet az autó életében. Tehát előre alatt. Gondolkodva, még mielőtt probléma lenne. Akkor. Igen, tehát megvan a tapasztalatuk nekik is, ugyanúgy mint nekünk. Mit kell előtte, hogy minden gördülékenyen menjen akkor?
külön másképpen készülsz erre a versenyre, mint a többi eddigi 9 világbajnoki futamodra? Nem gondolom, hogy máshogy, sőt, nincs bennem az a druk, illetve izgalom, ami más országokba való menetel előtt szokott bennem lenni. Azt érzem, hogy annyira rutinból fogunk erre a versenyre elmenni, hogy nincs már bennem az izgalom, hogy lesz, mint lesz. A navigátorommal, Táborsz Katillával elővettük a tavalyi itinereket, hisz 80%-ban ugyanazok a pályák, amin már most módosítottunk, leültünk a tévé elé, és a tavalyi belső felvételes videóról módosítottunk az itineren, ahol gyorsabban lehet menni, gyorsabban, ahol egy kicsit rizikósabb volt, ott visszább vettünk, úgyhogy már készültünk a versenyre. Mennyire lehet ilyenkor hitelesen azt mondani, hogy itt tudok én gyorsabban is menni? Tehát egy székből mennyire lehet hitelesen megítélni? Nem veszélyes az, hogy... Mert jó, hát emlékképed ott van, oké, de hát... Én azt gondolom, hogy meg lehet, hisz a belső felvétel mindent megmutat. Hogyha az ember egy kanyarba elmehetne teligázon, mert elfér, és mégis egy picit elveszi a gázt, ezek nagyon súlyos másodpercek a ralliban. Csak is kizárólag, amiben biztosak voltunk. Tehát leültetek, néztétek, és azt mondod, hogy ennél akkor ezt kell mondani, mert ennél lehet gyorsabban is. Ennél lehet gyorsabban is elmenni ott, és, de csak is kizárólag azokon a részeket írtuk át, ahol 100%-ig biztosak vagyunk abban, hogy ott gyorsabban lehet menni. És ezek a módosítások nagyon-nagyon sokat tudnak előre vinni a versenyen minket. Édesapád súgott egyébként, hogy hol lehetne még esetleg másképpen menni? Bele szólt, de jónak látta, hogyha félre vonul és ránk hagyja ezeket a dolgokat, hisz mi éltük át a versenyen azokat a részeket, ahol lehetne gyorsabban menni, illetve ahol rizikós volt. Akkor egy veszőt sem helyezett el akkor itt a... Tapasztalatot mondott, de most azt mondom, hogy ha az egész történet egy 3-4 órás dologról szólt, akkor ő 10 percet volt ebbe aktív, és belátta azt, hogy ezt ránk kell bízni. Na most már megbízik benned. Természetesen, tehát ez máshogy nem is megy, hisz... Azért most már te is, most már lassan rutinos róka vagy. Hány éve versenyzel? 12, ha jól számolom. Na, tehát azért mondom, tehát azért már... Persze, de ha nem lennék az, akkor nem is itt mennénk. És akkor készültek egyébként valamivel, hogy ez a jubillás világbajnoki futam? Nem gondolkoztam még rajta, de biztos, hogy a sajtóközleményekben... Ott kint tudni fogják Németországban? Nem hiszem, hogy tudni fogják, viszont már ismernek, jól ismernek a kinti versenyzők. Ezért kérdezem, mert már jól ismernek kint, persze. Tehát... Persze, tehát megismerik a csapatot, megismernek minket, tehát azért letettük már a névjegyünket a világbajnoki mezőnyben is. Bár van, aki egy év alatt megy ennyi futamot, mint amit mi eddig versenyeztünk össze. Minden csak és kizárólag a büdzséről szól, tehát ezzel nem tudunk sajnos... Itt Németországban minden nagy rally is ott lesz, elindul? Minden nagy név ott lesz? Sok nagy név indul el. Gyakorlatilag azok a párosok, akikkel az évek folyamán versenyeztünk, ők tudtak fejlődni és nagyobb, illetve erősebb kategóriába lépni. Ez nekünk nem sikerült meglépnünk, tehát mi a negyedik évben abba a kategóriába indulunk, ugyanolyan autóval. Gyakorlatilag de fejlesztés azért történt. Fejlesztések történtek, meg mi is gyorsultunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Evo 9-es Mitsubishi-vel fogunk indulni ezen a versenyen. Ez egy nagyon-nagyon kiforrott technika. Vannak újabb autók, újabb típusok, más típusok, de az autógyár, hogy mondjam, az autógyártásban nem sikerült jobbat, tehát meggyőzően jobbat nem tudtak jobb autóval előrukkolni. Akkor ez jó nektek. Valóban jó nekünk, viszont
azért azt is be kell látni, hogy ez egy elég öreg konstrukció, és a mi kategóriánkban ebből a 11-12 autóból, ami el fog indulni, hát a mi autónk mellett van még egy ilyen típus, a többi az mindegyik újabb típus. Tehát, azt jó, mondom, de ott nem egy ifjabb Ierdi Tibor ül a volán mögött. Hanem olyan pilóták is, akik többet versenyeznek nálunk. A tapasztalatunk megvan a versennyel is, egymással is, az autóval is. Remélem fogjuk tudni kamatoztatni. Szóval előtt szoktál versenyezni, vagy menni? De én nem tudok ilyenekkel. Tehát le a kalappal azok előtt, az emberek előtt, akik a szimulátorral ugyanolyan gyorsak, mint az autóval. Nekem ez nem megy. Végülis az a lényeg, hogy autóval hogy menjen? Autóval viszont én azt gondolom, hogy jól. Vasárnap mentek, vagy szombaton? Szombaton repülünk. Minden megvan most már? Minden egyben van? Minden egyben van, ha holnapi nap folyamán megyünk le tesztelni az autót, illetve azok a csomagjaink, illetve felszereléseink, amik a repülőre nem férnek föl, azt odaadjuk a csapatnak, és ők hozzák ki a kamionnal. Mindenünk megvan, föl vagyunk készülve. Szombaton utazunk, vasárnap már a papírjainkat veszik át, és hétfő, kedden pályába járunk, és folytatódik minden a maga ütemébe. Minden egy nappal előrébb, ami egy kicsit furcsa is lesz, de... Végre megint minden a rallyról fog szólni. Igen, igen, tehát szenzációs Németországban versenyezni. Akár világbajnoki futamról beszélek, akár egy kisebb sorozatról, vagy bajnoki futamról, mindig is nagyon-nagyon jó Németországban olyan nézők előtt versenyezni, akik műszakilag is képben vannak. Szardiniában milyen voltak a nézők? Érdekes, Szardinián is sokan voltak, de az a rally szeretet, ami a német szurkolóktól van, illetve Németország azért Európa közepe, és minden nemzetiségű néző előfordul. Ezáltal nagyon sok néző is van, és nagyon jó élmény ilyen sok néző előtt versenyezni. Sok magyar szurkoló mikor is van. Mikor jöttél haza Szardiniába? Mikor volt a végül? Egy hónap. Egy hónappal ezelőtt. Tehát lehet, hogy azért is nincs bennem ez a verseny előtti feszültség, illetve druk, mert... Akkor most már sok idő nem telt el. Nem telt el sok idő két VB futam között. Ez ritka? Igen, igen, tehát azért is, ezért is hiányolhatom ezt az érzést, amit most hiányolok. És ez jó. Tehát jó. Így lenne jó, hogyha havonta egy futam? Persze, nagyon jó lenne, hogyha havonta egy futamon indulhatnánk. Biztos, hogy sokat számítana, és gyorsulni is tudnánk, de azzal kell beírni, amink van. De én azt gondolom, hogy sok ember cserélne velünk. Magyar futamon nem látunk továbbra sem? Egyelőre nem. Egyelőre idén nem terveztük be, hogy magyar bajnoki futamon elinduljunk. Budapesti? Hallottam a Budapest Rallyról, kecsegtető is, hogy milyen régi pályákon mehetnek majd a párosok. Kecsegtető, de nem... Igazi retro hangulat lehet akár, azt mondják, tehát rengeteg ember. Bízom benne, hogy talpra áll a hazai rally társadalom, illetve rally összessége. Na, hogy itt a Szilveszter Rallyn elindulsz, akkor itt is elindulhatsz. Hát azért nem, hisz... Miután hazajövünk, nem sokkal van ez a futam. Meglátjuk. Nem... De még nem végleges ez a nem, ha jól lettem ki. Bármi előfordulhat. Jó. De te szeretnél egyébként részt venni rajta? Most felejtsük az anyagiakat el. Szívesen mennék itthon egy ilyen futamon, ami mindenkinek új pálya lesz. Igen, és olyan mindenki kíváncsi lenne, hogy na az Ierdi, akkor hogy megy? Én is kíváncsi lennék, hogy a hazai viszonylatban... 10 világbajnoki futammal a háta mögött. Igen, egy jó VRC-vel valóban kecsegtető lenne, de csak és kizárólag VRC-vel indulnék el itthon. Más kategóriában nem képzelném el, hogy... Jó, hát semmi gond, hát VRC, hát lehet. Engedélyezve van. Ha Magyarországon csak VRC. De engedélyezve van, úgyhogy semmi akadálya. De vannak akadályai.
Na mindegy. Pénzügyi akadályai. Igen, 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 igen. Azért mondom, most tegyük félre anyagiakat, hogy úgy neked érzésben jó lenne, szeretnél nagyon, le itt nagyon. Lenni. Tehát megmérettetném szívesen magamat. Nem csak külföldön. Nem, mert most akkor hangolódj rá a német világbajnoki futamra. Uh-huh. Álmodsz már vele egyébként? Nem mondom, hogy nem álmodtam vele, de nem annyit, mint előtte. Ilyenkor előveszed a régi, többi német futamokról a felvételeket? Néztem, igen, igen, néztem külsőt is, ugye Attilával a belsőt, azt tüzetesen átnéztük, átvizsgáltuk. Akkor, amikor néztem, akkor olyan jó érzéssel töltött el a dolog. Most nem izgulok, remélem ez még a javamra fordítja a dolgokat. Jó lenne egy jó eredményt elérni. Versenyen amúgy sem szokta izgulni? Izgulni nem szoktam. Persze van az emberben egy... Nem tudom leírni azt, hogy milyen érzés, amikor az adrenalin fölmegy. Akkor érzem jól magam, amikor lejövünk egy gyorsaságiról, és az adrenalin miatt egy kicsit remeg az ember. Ez leírhatatlan. Tehát aki még nem élt át ilyet, az nem tudhatja. De amikor igazán az adrenalintól az emberre, meg akkor jó, és azért jó csinálni ezt az mit egész sportot. Mit élvezel benne a vezetésben, nagy sebességben? Melyik az a pont, amikor tetszik neked? Amikor jön egy kanyar, vagy bukkanó, vagy... Na, pont ezért szeretem ezt a Németországot, mert gyors részek, illetve lassú részek és technikás részek egyaránt vannak minden pályában, és a stílusok váltakozva jönnek a gyorsaságin, és nekem ezt tetszik az, hogy változatos, és főleg az, hogy végig improvizálunk, és nem fejből megyünk. De te, mint pilóta, úgy ámblok, úgy... Mit szeretsz benne? Egyesbe lehet száguldozni? Nem feltétlen. Tehát én az ilyen derékszög, visszafordító technikás részek, tehát amikor pontosan és gyorsan kell menni, én azt szeretem. Ez nem feltétlen száguldásról szól, hanem lassabb részeken is, de pontos. Teszed, igen, pakolod, és igen. Pont centire úgy, ahogy igen, igen. Kell. Tehát amikor pontosan és gyorsan kell menni, azt szeretem. És ez Németországban minden pályán ugyanolyan stílusban előfordul. Németországban nem lesz ott rajtad kívül más magyar pilóta, ugye? Nem indulnak majd más magyarok. Tehát, tehát csak az érdi? Csak mi, igen. De legalább ismernek benneteket, akkor azt mondod. Németországban már a szurkolók... Sajtód lesz? Odafigyelnek rád? Német sajtó igen. Mennyire foglalkozik egy... magyar pilótával? Annyira, mint a többi pilótával. Tehát természetesen, hogyha eredményt csinálnánk, akkor még jobban. Ez is érdekes, például évről évre van egy német rendőr, aki Magyarországon van neki a Balatonon nyaralója. Jól is beszél, uh-huh. Relatíve magyarul, és minden évben megkeres minket. És ha esetlegesen rendőri kihágásunk van, akkor azt mondta, hogy ő nekünk segít. Ami miatt nem szeretném igénybe venni a segítséget, de ez is egy jó leső dolog, hogy egy német rendőr jön mi hozzánk oda. Volt már nagyobb németországi médiás megjelenésetek? Még nem. Nem figyeltünk oda rá, szerintem nem. Eléggé. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy a sajtóba lejött-e, helyi újságokat nem tudunk minden helyi de újságot átlapozni. De így a VB után volt valami? Nem igazából. Nem Németországban, de valamelyik országban volt, amit el is tettünk emlékbe. Próbálunk figyelni rá. Akkor de például most? Azt hiszem a mexikai rally műsorfüzetben benne voltunk. Tehát ezek azért jó eső dolgok. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor bízunk benne, hogy összejön a dobogó. És akkor a német sajtos még jobban rátok fókuszál, és akkor talán idén lesz még egy VB futamotok. Köszönöm. Sokat dolgoztunk rajta, köszönöm. Köszönöm szépen. További sportosat.